Üdvözlünk mindenkit ismét innen Olaszországból, aki itt van velem, Dénes és Bazsiking, sziasztok! 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 Most Dani nincs itt velünk, valamiért nem tudom, most biztos nem ér rá. Más dolga van, úgyhogy most csak hárman vagyunk. Szokásos felállás, dinamikus időjárás, az autók teljesítménye 2013. Én is Bazsi Mercivel, Dénes Ferrarival, illetve van még pár AI. Most azért nem tettünk sokat, az összeset, mert a lag miatt, meg azért, mert hülyék, úgyhogy a Red Bulltól egészen a Lotus Renault-ig, tehát a McLaren, Ferrari, Red Bull, Merci, a legjobb sofőrök itt vannak, úgyhogy ez nem is egy Forma 1-es nagydíj, ez egy ilyen legjobbak küzdelme, nem tudom, hogy lehet-e ezt mondani is, kacok. Hát a jobbak itt vannak. Na hát akkor álltsuk be a szárnyak mondjuk 4-5-re. Ez 11-11, 1-1-11, ugye ez a szokásos beállításom. Ezért koptatom rólattól a gumit, de nem érdekel. Hallod, Bazsi? Igen. Hogyha fölteszem ezt a... Tudod, ezt a... Melyik ez az utolsó? Az a futómű. Hogyha mondjuk fölteszem nagyra, vagy na, inkább azt mondom, hogy lejjebb veszem, tehát balra tolom, akkor az azt jelenti, hogy a kanyarba stabil, viszont a kigyorsítás nem valami jó, nem? Igen. Hát azt így... jobban koptatja a gumit. Tehát akkor itt ezen a pályán tulajdonképpen nem kell annyira balra tenni, mert itt a kigyorsítás számít, sőt, miért számít, tehát szinte az egész egy egyenes. Úgyhogy szerintem én most nem teszem annyira balra. Mondjuk a kanyarokban, mert figyelj, ami kanyar van, ott úgyis lassan kell mennünk, tehát azok nem gyors kanyarok szerintem. Hogyne? Hát mondjuk egy van, a parabolika. A parabolika gyors, a többi nem. Na jó, még van kettő azon kívül, ami kicsit gyorsabb. Meg van még egy jobbos, ugye, a sikán után egyből, de hát ott... Hát nem tudom. Mindegy, szerintem ez így tökéletes. Izétek, nincs semmi. Mi az már? Sebességváltó váltás? Dénes, Bazsi? Nincsen. Hát akkor én szerintem kreálok egyet. Hát metről nézegetek valamit. Hát nem tudom, ilyen c... Utolsó a 3-5. Utolsó? Fú, az nem biztos, az nem lesz sok. Hát egy-egy szárnyal így. Ja, hát úgy. Hát várjatok. Jó, egy pillanat egyébként. Na, akkor folytatódik is a gameplay, csak kicsit leelvettük a játék hangerét. Hát nem tudom, szerintem nekem ez jó lesz. Elvettek mit. Micsoda? Hogy mondtad, Dénes? Állítatok egy picit, várjatok. Oké. Hát nem tudom, szerintem ez így jó lesz, hát... Csak nem fog kipörögni az autó. Mert végül is, nem tudom, szárnyálás 4-5. Gondolkodok, hogy legyen 3-4. Lehet az be kéne játszani, mert itt tényleg nagyon gyorsnak kéne lenni. Hát... Mindegy, 3-4 kész, kockáztatunk. Tőlem mehet. Már. Jó, hát én nyomtam egy beállítás. Jó, igen, gumi. Versenystratégia. Várj, mivel kezdek? Lágyjal kezdek. Nem, várj, hány körös a verseny? 13. Jó, mindegy, jó lesz ez itt, tehát alap az jó. Jó. Na, akkor induljunk, és kezdődjön a 2013-as olasz nagydíj, itt vagyunk Monzában, a sebesség városában, szerintem nyugodtan mondhatjuk a sebesség városának, úgyhogy bőgjenek a motorok és... Hú, de jó hangja van ennek a jó kis Mercinek. Kipróbálnám azért. Kíváncsi, hogy mi lenne a 14-esben a hang. Igen, én is. Az, fura lett. Porszívó, és... Ja, igen. Button az első helyen. Bazsiking 7.
Jajgen is Game Zone-ot a 10. helyen, utolsó helyen, ez nem bízom el, de egy... Jajgen egyébként azért van ez a piros sisak rajtunk, mert Sumár előtt akarunk így tisztelegni. Most már jobban van, hála Istennek, úgyhogy mindegy, skacok, sok sikert. Sok sikert. Azt mondom, óvatosan. Nem tudom. De az én esőbök melletted. Mekkora verseny lesz már. Most látom. Ha jó van, jó van. Benne büntetés egyből mi? Levágtad mi? Nem, vettem. Ja, igen, igen, hátulról beléd megy, igen. Úgy átvágtam. Kevés lesz a sebesség szerintem. Ki fog pörögni túl hamar. Nem, hát pont jó. Milyen féket nyomtam Perez mögött, azt a mindenségét neki. Egyébként kicsit beszéltek hangosabban, mert nem tudom, hogy hogy van beállítva. Lehet, hogy kicsit hallgatok, mert ugye eddig már mindig azok voltak, és most próbáltam újra beállítani a hangot, hogy jó legyen, nem tudom, hogy mennyire sikerült játéknak beállítani a hangját, optimális legyen. Egy kicsit szerintem beszéljettek hangosabban. Igen, most egyébként csak 10 ember van ugye a pályán. Az 5 legjobb csapat. Pilótái. Fettel nagyon elhúzott, basszus. Ezzel a Monza pályán úgy, de régen nem játszott. Utára 2011-ben nyomtuk. Szerintem. Hú, van DRS, ez az. Fettel, hagyjuk már. Éreztem őt utolsó előtt. Ajajaj, már megforgat. Basszus. Ugye, megfordult megötted. Ajajaj, az utolsó. Tényleg átlátszó. Opa, akkor azért forgatták meg. Ó, ezt nem hiszem el, már a ping miatt megint. Hihetetlen. Pedig nincs is sok AI. Dénes, akkor azt mondom, hogy vigyázz, jó? Most az, hogy átlátsz, vagy az azt jelenti, hogy az ellenfelek nem látnak téged. Itt húztál? Ez olyan, mert nem egészen jó, azt tudtam, bezsigrom, de nagyon megfelelően. Én elég jó beállítottam, bár... Fettert nem lehet utolérni, gyerekek. Ja, és igen, 25%-os ugye a verseny. És nincs időmérő, szerintem igazából tényleg felesleges.
küzdök az autóval rendesen, basszus. Negyedik. Fettel mögött miért, de szerintem nem bírom utolérni, nem. Lehetetlen. Fettel csal. Persze, hogy a Red Bull megyé a legjobb kört. Sárga zászló, az ki itt, basi? Basszus. Nem tudtam ki azt hirtelen. Hogy tudta ott megpördülni? Hogy tudta ott megpördülni? Nem pördültem meg. Hanem? Nem, meg. Akkor ki volt ott a másik merciben? Te vagy a másik merciben, nem? Igen. Hát ott álltál. Ja, lehet, hogy McLaren volt, gyerekek. Valaki ott, ott sárga zászló a híd előtt. Ki az, aki itt szórakozik a sódarányásba? Nem tudom. Ott valaki ott szórakozik. Beszarás. Voltam a buszba? Nem. Mikor megy? Most megy át a C-vonalon és a következő körbe. Ja, igen, többek is kijötte. Fettel is kijött most. Nem, kérdek, meglöttem. Hú, most kéne behúzni egy jó kört. Föl is tettem Mix 3-ra. Hú, és most vágom át, de jó. Valakit nem akar betonozni, mert sódarágyban még mindig ott van az az illető.
Oké, fenn van a kemény keverő, oké, menjünk kifelé. Meg volt a box kiállásunk. Valakik rohadtul vissza fogják venni a helyüket. Tudtam. Mert nem adtam oda a kulcsot. Pazba. Fettel is elment. Gyere vissza, Fettel, gyere vissza. Persze, rájkörem milyen kört ment, hogyne. Azt, amilyen kört megy rájkülön, hihetetlen. Mi a szart csinál itt ezzel? Nem tudom ki van itt. Randolírozik a sódarágyásba. Fettel már megint elhúzott. Nyomjad, Fettel, nyomjad neki. Úgyis jobb a merci. Nagyon magas a Jó. Ja. De én ezt is szőke, groza, átlátszott. Massza megvan. Már második helyen vagyok. És itt van előttem Button.
Milyen kört mentem. Nee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 e
Ó, gyerekek! Na! Nem baj, és mi meg is tapsolnak a szurkolók, az az! Gyerekek! Utolsó körbe kicsúszok, ez az hetedik hely, itt jön mögöttem Dénes is. Nem baj, legalább Dénessel küzdünk, pedig már ott voltam második helyen. Gyerekek, ilyet, de érted, rámegyek a sóderágyra és megdob. Ah. Hát ez hihetetlen, ezt komolyan mondom, ilyen nincs, nem mindegy, nem baj. Ezt a versenyt elrontottuk, de egyébként simán meg lehet volna az első hely is, nem mindegy. Nem a győzelem, hanem a fontos. És mindenki elmegy hihetetlen. Hú, basszus. Majd GameZone-t nem adja fel. És az a nyomorék button-t is simán meg tudtam volna előzni. Ó, itt is átvágom, de jó. Szép volt, Bazsi, hádik vagy? Utolsó. Nézem, meg lett volna az első hely is, de itt a legrosszabb esetben második. Nézzétek meg, GameZone 0-t ekkora pontcsal, hogy nézd, hihetetlen, tehát... Mondjuk ez mindig így szokott lenni mindenhol, itt utolsó körbe. Meg se lepődök ezen. Még Fered is meg. Jó, emberek, hát és ott lettem volna az első helyen. Jó, ez a nyomajás Batlon behúzott a csőbe. Nem szerintem, tudjátok mit csinált a Batlon? Vitt magával izét, étolajat, és szerintem ki öntötte elém, mikor mentem mögötte. És tudja, hogy azért csúsztam meg a franca fajtáját. Na mindegy, hát... 7., 9. és 10. hely, hát ma emberek, ez erre volt elég, szokták mondani. De mindegy, GameZone, de érted, ahol de úgy kicsúsztam. Hát ez hatalmas volt. Nem baj, majd lehet a következő verseny, GameZone 0-t már nem vét ilyen hibát. Hát igen, ez a Forma 1, ez ilyen, egyet hibázol és már az utolsó helyre kerülsz. Ez egy ilyen verseny volt. Reméljük, hogy izgalmas volt, köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm Bazsikinek és Dénesnek, sziasztok! Sziasztok!